Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten a szeretet, vallja Szent János apostol, és ebből a kijelentésből értjük meg mindazt, amit ő cselekedett. Az ő szeretetének túlcsordulása a világ, és az ő képére és hasonlatosságára megteremtett ember. Így az emberi lét mélyén is a szeretet van. Ott az emberi lét mélyén lévő szeretetben ismeri fel az Isten önmagát. És mivel az emberi lét alapja a szeretet, így az Isten fia magára vehette az emberi testet. Egy lett közülünk, Emmanuel, velünk az Istenné válva. Ő az Emmanuel, a velünk lakozó Isten megtestesült fia által két eszközzel hódítja meg a világot. És ez a két eszköz a jászol és a kereszt. Karácsonykor a jászolba tekintünk, mint a pásztorok, akik az angyali híradásból kapják a garanciát, kisdedet találtok pólyába takarva, jászolba fektetve. Isten egyszerű dolgokon és történéseken keresztül tárja fel önmagát, velünk való létét. Ez az egyszerű dolog lehet a mi életünk, cselekedetünk, gesztusunk, mosolyunk, szavunk, vagy csupán jelenlétünk. Simon András írja a Rejt jelek című könyvében, szeretettel szenteld meg jelened, jeleneddel szenteld meg szereteted. Ezt kívánom ezen a karácsonyon minden testvéremnek. Képes legyen jelen lenni az Isten gyermek és embertársai számára, és ezt a jelenlétet hassa át a szívünkből fakadó szeretet. Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!